A külügyminisztérium honlapján zöld, sárga és piros színekkel jelölik az országokat biztonsági besorolásuk szerint. Az utazás halaszthatatlanokból lehetséges, mint például munkavégzés, tanulmányi kötelezettségek, egészségügyi ellátás igénybevétele, ám a nyaralás nem ajánlott. Tavaly közel 17 millió magyar állampolgár látogatott hasonló helyekre külföldre, de csak egyharmaduknak volt utazási biztosítása. A kiutazók egy része úgy véli, uniós polgárként az EU minden országában jár az ingyenes alapszolgáltatás, ezért felesleges biztosítást kötni. Ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya sürgősségi egészségügyi ellátás igénybevétele esetén nélkülözhetetlen, de a koronavírus fertőzés extra kockázatot jelent. Nagyon fontos, hogy nézzük azt meg, hogy milyen utasbiztosítást kötöttünk, és ebben milyen kitételek vannak a COVID-19-re vonatkozóan. Az elmúlt hónapokban ugye rengeteg olyan változás került bele az utasbiztosítási termékekbe, amelyek plusz fedezeteket jelentenek a COVID-19-el kapcsolatban. Ugye, hogy tudjuk, a külügyminisztérium egyes térséges piros kategóriába sorolta ugye a föld országait. Ez azt jelenti, hogy nem javasolt a kiutazás, de ha mégis halaszthatatlan útból, tehát üzleti útból kifolyólag ki kell menni az ügyfeleknek külföldre, vagy esetleg nyaralást terveznek, akkor célszerű utasbiztosítást kötniük. Ha kötöttünk utasbiztosítást, akkor egyszerűbb a helyzetünk, mivel a biztosítók igyekeztek olyan szabályrendszert kialakítani, amely megoldást kínál a jelenlegi élethelyzet kihívásaiban. Fontos, hogy ugye a COVID-19-el összefüggésbe hozható gyógyíttatási költségeket fedezze. Ez akár már 40 millió forint is lehet egyes biztosítási termékeknél. Illetve a COVID-19 kiegészítő biztosításaként került be a termékekbe az útlemondási elem is, amely kitér elsősorban arra, hogyha ugye járványügyi vészhelyzet miatt azonnali hazautazással kell élni az ügyfélnek, annak a költségeit téríti bizonyos összegig, vagy ha karanténba kerül kint az ügyfél, akkor azoknak is bizonyos többletköltségeit át tudja vállalni a biztosító. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával csak a sürgősségi szolgáltatások vehetőek igénybe térítésmentesen, a biztosítás pedig a további kezelési költségek csökkentésére vagy teljes mentesítésére szolgálnak, akár a koronavírus fertőzés esetén is. Ha rendelkezik az ügyfél utasbiztosítással, akkor a kötvényen szereplő telefonszámon bármikor segítséget és tájékoztatást kap.